Azzal, hogy Farkasinszky Orsolya nem utazott el a csapattal Pécsre, jelentősen csökkentek a vendégek győzelmi esélyei. Az első negyedet 3 ponttal a hazaiak nyerték, aztán viszont a nyíregyháziak percei következtek, így a nagyszünetben már 8 ponttal vezetett Farkasinszky Gyuláni együttese. A harmadik negyedben a házigazda egy 14-0-ás rohammal megfordította az állást, aztán már nem is adta ki a vezetést a kezéből a Peas Pécs Pingvinek csapata. A záró negyed az NKS élet, amely tisztesnek mondható 10 pontos vereséggel távozott a meccsek aljáról. A héten két dunántúli meccs vár Papp Klaudiáikra, csütörtökön Székesfehérváron, pénteken Zalaegerszegen lép pályára nyíregyházi kosársulé. Minden nap mérkőzés játszani nem biztos, hogy ez szerencsés dolog, de ugye az a szerencsés dolog, hogy itt ugye több száz kilométert kellene leutaznunk itt ebbe az első körbe, mert akár is nézzük az első 5 mérkőzésünk az idegenbeli mérkőzés. Tehát ahhoz, hogy a lányokra kisebb teher háruljon, az meg kellett próbálnunk így megoldani, és talán ez a két csapat az, ha az eredményeket elnézve, tehát hogy a többiekkel játszottak, hogy szerintem mind a két csapat fogható. Na most ugye természetesen vannak külső tényezők, meglátjuk, hogy addigra még hány lány lesz esetleg beteg, vagy megúszok-e betegség nélkül ezt a szériát, de én úgy gondolom, hogy ezt a két mérkőzés idegenben mindenféleképpen hoznunk kellene, aztán meglátjuk. A dunántúli túrán már ott lesz a csapattal a pécsi meccset kihagyó Farkasinszky Orsolya is. A center szerint annak ellenére motiváltak, hogy az elmúlt években megszokottnál ezúttal szerényebb célok eléréséért harcol a csapat. Sokkal több fiatallal állunk fel, nekik még meg kell erősödniük, viszont hogyha ők így megmaradnak együtt, én azt gondolom, hogy 2-3 év múlva akár ők is odaérhetnek, és ők is akár éremért játszhatnak. Ez azt gondolom, hogy egy természetes folyamat. Most itt játszunk, de én nem gondolom azt, hogy ez esetleg kevésbé jelentene kihívást akár a csapatnak, akár nekünk. Az amatőr nemzeti bajnokság 10.-18. helyéért játszott rájátszásának tabelláját a Pink Ese vezeti 6-0-ás mutatóval. A nyíregyházi kosársuli 3 győzelem mellett 3 vereséget tudhat magáénak.